Üdv, El Grande vagyok, és bátran merem állítani, hogy a 90-es évek animéi közül az egyik legkiemelkedőbb sci-fi és kaland animéje a Cowboy Bebop, ami ezen videó témája lesz. Eszméletlen kis történetről van szó, elképesztő zenei aláfestéssel és rettenetesen jól eltalált hangulattal, karakterekkel és eseményekkel. A mai napig a legjobb animék között őrzi a helyét, és jó darabig ez így is fog maradni szerintem, hiába a sci-fi téma, azoknak is bátran merem ajánlani, akik nincsenek oda a meha és hasonló témájú animékért, akár csak én. Eleinte a mű nagyon gyenge nézettséget produkált, de általában a kultfilmek és sorozatok így kezdik a pályafutásukat, hogy csak később kerülnek hype alá. Főszereplőnk Spike, az elvont jellemű fejvadász, ki mások levadászásából keresi mindennapi betevőjét, tipikusan szólójátékos, ennek ellenére összeállt egy ex-rendőrrel, hisz együtt csak könnyebb a munkavégzés, a megbízásokat egy tévécsatornán kapják, ahol bejelentik, hogy kire raktak éppen vérdíjat, és innen indul a verseny és a hajsza a célpontokért. A Bipap nevű hajón utaznak, de a hajón is látni, hogy rengetegszer bukta vagy nagyon gyér a nyereség a megszerzett vérdíjakért. A történet haladtával bővül a kicsin csapat, ha bár Miss Faye, egy vérbeli swindler próbál erőteljesen kiválni ebből a szövetségből. Kivételt egyedül talán Ed, a tini hacker zseni képez, aki valamiért a Bipap fedélzetén szeretne maradni, hogy teljes legyen a flugos különítmény egy Wells Corgi társaságában, akit egy nemes szimplán Einsteinnek nevezett el. A Bipap legénysége dekányit se összeszokott, se nem összeálló, gyakorlatilag totál káosz a csapat munkájuk, de valahogy a kémia mégis megvan, ezért se szakadnak szét túl hosszú időre. Mindenki megtalálja a maga helyét a munkatevékenységben, ami szükséges, ha enni is szeretnének a nap végén. Jet Black a pilóta, aki múltjából kifolyólag rengeteg információt képes előhalászni ismerettségének köszönhetően. Spike Spiegel az űrcowboy, aki simulékony modorával és magas szintű harcművészetével, no és persze páratlanul gyors fegyver forgatásával járul hozzá az összetűzésekhez. Faye az igazi simlis hölgy, aki bájával és farkasordítóan hazug dumájával bárhová be tud jutni, ha éppen erre van szükség. Edward Wong Hau Pepelu Tiviruski 4, röviden Ed, pedig egy irdatlan magas tudású hacker, aki bármit és bármikor feltör és irányítása alá von. Azonban az összhang nem mindig van jelen, hiszen a megismerkedésük és a találkozásuk semennyire se zökkenőmentes, sőt. A részek címei egy-egy zenei témáról kapták a nevüket, így a nem megszokott zenéket is külön élvezhetjük mellé, mert Yoko Kano nagyon oda tette magát, hogy ez a kompozíció jelen legyen. A kalandok során egy-egy küldetést kell teljesíteniük, amelyeket változó megbízók adnak, vagy éppen az említett TV csatorna közvetít. Ezek nagyon nem egyszerű dolgok, hiszen nem csak a célpontot kell nagyon gyorsan előhalászni, ezen felül a többi fejvadászt is valahogy le kell koptatni, és hát ez nem mindig jön össze. Némelyik munka igencsak furcsa végezetű, és a kaotikus csapatmunka miatt rengetegszer nem úgy végzik el az adott munkát, ahogy a munkaadó előírta azt, ezért csak tördeléket kapnak a fizetségből, vagy általában semmit sem, ami miatt elég gyakran láthatjuk, hogy nincs pénz semmire, fegyverre se, vagy éppen étel az asztalra. A széria 26 részes, és nem csak a küldetésükben mutat betekintést, hanem a karakterek múltjába, honnan hova tartanak, és mik a céljaik, ambíciójuk, jellemük indokát, depressziójuk forrását. Az izgalmas történetábrázolás és ezek a részletes figurák olyan hangulatot teremtenek, melyek egyszerre bilincselnek a képernyő elé, és felettetik velünk, hogy ez amúgy egy anime és nem egy átlagos élőszereplős sorozat. Itt nem a sajátos rajzolási stílusra gondolok, hanem arra a fantasztikusan részletes felépített világra és sztorikra, amelyekhez lesz szerencsénk a 26 rész alatt. Megismerhetjük a fejvadászat rejtelmeit, ennek hátulütőjét, mélységeit, a múltból előbukkanó figurák egyszerre okoznak pozitív élményeket és negatívakat hőseinknek. Pont ez a jelenség teszi autentikussá a mű jellegét, hisz nem tudjuk nem szeretni a karaktereket, akármennyire különcök, vagy sokszor elítélendőek egy-egy szituációban. Jóval több ez, mint bajtársiasság, ami a szereplők között kialakul, hisz nem csak munkapartnerként dolgoznak együtt, hanem később már barátként is tudnak egymásra számítani. Ritka pillanatok egyike, amikor a részek egymáshoz kapcsolódnak, többnyire minden rész nagyobb időkülönbséggel folytatódik, hogy ne legyen összefogó történet, hanem egy szimpla űrturizmus az űrcowboyok által vezetve. Egy fő csapás irány azért látható, mely az első részből indul, és az utolsóban be is fejeződik, így nem kell senkinek sem azon izgulnia, hogy befejezetlen és kérdőjeles történetet kapunk az asztalra. A Cowboy Bebop film a Knocking on Heaven's Door
nem érdemel túl sok részletes bemutatást, a 22. és 23. epizód körül járhatunk a történetben, amikor ez a film történik. Egy hosszabb küldetés mutat be nekünk, hatalmas fizetségért természetesen, ami azt is jelenti, hogy rengeteg veszélyt és problémát tartalmaz. A Cowboy Bebop amellett, hogy nagyon szórakoztató, és a részek csak úgy elúsznak egymás hátán, bármikor abba hagyható és folytatható, hiszen, mint említettem, nem követik egymást. Nem mondható az sem, hogy túlságosan lightos a történet üzenete, rengeteg mélyebb monológot és tanulságot tartalmaz, hiszen pszichológiai, szociológiai, filozófiai és aktuális vallási és politikai kérdéseket is erősen feszeget, amely sokkal egyetemesebbek és általánosabbak, mint amennyire először látnánk. Ez a mű szintén nem arcba mászó, viszont elgondolkodtató. Ha ajánlani lehetne, akkor pont azoknak kellene megnézniük, akik az anime sztereotípiáktól rettegnek, nem igazán tartalmaz japán szokásokat, vagy humort, vagy egyéb hasonlót, inkább csak egy futurisztikus elképzelést. 12 éves kortól bátran nézhető, jó étvágyat hozzá. Mayan Melisten szintén 10/10-es értékelést kapott tőlem ez a mű, megérdemli, hisz azóta se nagyon van ellenfele, vagy hasonló jellegű olyan anime, ami ennyire kikapcsolna. Magyar szinkront is bátran tudom ajánlani, mester ilyen lettek eltalálva. Nos, ez volt a Cowboy Bebop ajánlója. Amennyiben úgy érzed, adsz neki egy esélyt, akkor nagyon köszönöm, hisz ezzel is egy mestermunkát ismerhetsz meg, hiába nagyon régi már. Ha tetszett az ajánló és támogatnál egy feliratkozással, azt nagyon köszönöm szépen, és ha úgy érzed, személyes kedvenc animédet szeretnéd ajánlani nekem, akkor komment formájában megteheted, és ha nekem is személyes kedvencem, akkor előrébb veszem a sorba. Viszlát, űrkavboj!